Szervusztok, Szentes Robert a nevem, és ezt a videót bemutató jelleggel készítem. Phoenix, Arizonában élek, gondolom látható a háttérben, hogy itt vagyok a Phoenix a sivatagban. És ezt a csatornát azért indítottam el, mert jött egy belső sugallat, hogy magyarul is segítsek a honfitársaknak, vagy Magyarországon, vagy külföldön élő, magyarul beszélő a barátoknak. Én egy hipnotista vagyok, én egy coach vagyok, egy life coach vagyok, és nagyon komoly, mély, úgynevezett kvantum pszichológiával és spirituális pszichológiával foglalkozom. Elmondom egy pár mondatba, hogy mi történt velem, és hogy honnan jövök, gondolom ez majd segít. Még annyit szeretnék így előre mondani, hogy én traumákra specializálódtam, és az úgynevezett ilyen a félelmeket, szorongásokat, és a belső elméből származó, hogy mondjam, konfliktusoknak vagyok a szakértője. Én Budapesten nőttem fel, 21 éves koromban jöttem el. Otthonról van egy híradásipari szakközépiskolai végzettségem, rádió, TV műszerészként végeztem, utána kijöttem az Egyesült Államokba, és mint műszerész dolgoztam. 94-ben a javítási ipar az teljesen lefagyott, és elmentem mérnöki iskolába. Mérnöki iskolába, Chicagóba. Ott elvégeztem a villamosmérnöki kart, és a villamosmérnöki karban az az érdekes, hogy bármennyire irtóztam tőle, ugyanúgy szoftver mérnökként is kellett, hogy tevékenykedjen. Nagyon sokat utaztam az USA-ban, rengeteg nagy vevővállalat volt, és ilyen multimillió dolláros cégeknek írtam programokat, ilyen háttérprogramokat, és 2010-ben az történt, hogy összeestem egy stroke miatt. Akkor voltam, ugye 2010, aztán 12 éve, akkor voltam 42 éves. És nagyon megijesztett, nagyon meglepett, mert igazán mindent úgy idézőjelben jól csináltam. Tehát volt egy jó munkám, tudod, feleség, gyerek, nagy szép autó, BMW, stb. És egyszer csak puff, vége volt. Utána hazamentem Magyarországra azután, és azzal a célból, hogy én búcsút mondjak, és igazán akkor tényleg nem tudtam, hogy mi a következő lépés, de az volt, hogy akkor itt a vége. És az egyik barátom adott egy USB drive-ot, amin rajta volt 4 videó. És ezen a 4 videón volt 4 úgynevezett ilyen NLP, Neurolinguistic Programming, ilyen a színpadon ilyen előadás, és olyan dolgokat oldott meg a srác, aki csinálta, 5 perc alatt, amire én egész életemben kerestem a megoldást. És annyira kettős érzés jött fel bennem, az egyik az, hogy ez félelmetes, ez fantasztikus, a másik még az, hogy hogy van az, hogy én 30 évig jártam terápiára, mert itt fájt, ott fájtam, ott fájt, és ne egy ember nem tudta megmondani, hogy mi van. Na mindegy, valószínűleg az a lényeg, hogy lehet, hogy nekem erre az útra kellett térnem, én a mérnöki az állást, meg a pályámat ott hagytam, és nagyon ráfeküdtem az elme, a belső elmének így a világára, és először ugye NLP-t, Neurolinguistic Programming-ot tanultam, akkor azt nagyon komoly szintre vittem tovább, utána tanultam spirituális pszichológiát és kvantumpszichológiát. És innen tudtam meg, természetesen rengeteg mentorom volt, tehát ezt nem én húztam ki így az ürességből a levegőbe, és innen tudtam meg, hogy mennyire komplex az elme, és hogy mennyire érdekes és logikus szint ez az egész világ, és hogy hogyan lehet megoldani a szorongásokat, megoldani a félelmeket, megoldani igazán a teremtést, a világot, amit teremtünk az elménken keresztül, hogyan lehet azt úgy átírni, átváltoztatni, mint ha átírnánk egy szoftverprogramot. És teljesen elvarázsolt az egész, ezt 2010 óta csinálom, tehát most már majdnem pár hónap, ilyen 13 éve, és eljutottam egy olyan pontra, hogy ilyen teljesen ösztönösült bennem ez az egész. Tehát ami valami nagyon jó, tehát ez azt jelenti, hogy a belsőmmé vált. És mondom, a traumákra, szorongásokra, félelmekre és a manifestációra specializálódtam. Még annyit szeretnék mondani, mielőtt lezárom ezt a videót, hogy
hogy bocsássatok meg, nem minden jut eszembe magyarul, mivel ezt még magyarul soha nem mondtam. Angolul tanítottam szemináriumokat, meg saját vállalatomban, de angolul úgy meg egy essential, hogy menni föl, tehát a törzsfejlődés, meg eszembe jut ez a szó, hogy segítek az embereknek ebben az ascension processben, ebben a processben, hogy jöjjünk egy régi matrix üzemmódból, egy elme módból, és menjünk át egy sokkal magasabb, egy precízebb, egy emberibb életbe, és fogok rengeteg videót csinálni, magyarul ezt a csatornát magyar nyelvre dedikálom. Angolul is természetesen van egy csatornám, a weboldalam az robertcentes.com, nagyon látogassátok meg, és ha bármi kérdés van, nagyon szívesen válaszolok, jó? Tehát köszönöm szépen a figyelmet, és akkor készítek több videót majd arról, hogy hogyan lehet kijönni ezekből a ilyen kemény, mély, ilyen, hogy mondjam, burkokból, ilyen érzelmi csapdákból. Jó? Szép napot!